Mégis lesz villamos Hódmezővásárhely és Szeged között, és a felcsúti kisvasút is megmaradt. Lázár János a szokásos kormányinfón sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Garancsi István cége olyan rosszul áll, hogy mélyen a piaci ár alatt kénytelen ingatlan bérelni a várban. Jó hírekkel szolgált Szeged és Hódmezővásárhely lakóinak Lázár János a szokásos kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis egy 74 milliárd forintos vasútfejlesztési programot jelentett be. A program célja Szeged-Szabadka összekötése egy gyors vasúttal, a program célja a Békés Csaba és a Szeged közötti vasútvonal korszerűsítése, valamint harmadik tételként Szeged és Hódmezővásárhely között egy villamos vasút, egy elővárosi vasútnak a megépítése. Ezúttal a kis vasútak kedvelőit sem érte csalódás. Én úgy gondolom, hogy ha Magyarországon egy fél év alatt 20 ezer ember használ egy kisvasutat, az egy megtérülő beruházásnak számít. Én semmi kivetni valót nem látok, ez egy politikai hetsz kampány, ami, hogyha nem felcsúton épült volna a kisvasut, akkor senkit nem érdekelne, csak Orbán Viktor miniszterelnök miatt érdekes. Lázár Jánost munkatársunk Garancsi István és Hernádi Zsolt cégének rendkívül olcsó, mélyen a piaci ár alatti első kerületi lakásbérléséről kérdezte. Hát sajnálom, hogyha ilyen rosszul áll Hernádi és Garancsi úr. Konkrétabban lehet-e bármilyen nagyon következtetést? Sajnálom. Konkrétabban nagyon sajnálom őket, hogy erre rászorulnak. A megyék tervezett átnevezése kapcsán érdekes megjegyzést tett Lázár János. A történelmi Zemplén megyének csak töredéke van ma Magyarországon, mégis a név benne van, mint ahogy Abaújra is vonatkozik, mint ahogy Szatmár megyének is csak töredéke van ma Magyarországon, másik része lehet, hogy átmenetileg, de máshová tartozik. A kormány aktívan dolgozik a panelbontásos programján. Meghallgatták a mérnökök és a települési önkormányzatok, valamint a társasházak képviselőit is. Lázár János ígérete szerint ebből legkésőbb ősz elejére egy vitaanyag is készül, amelyet várhatóan nyilvánosságra hoznak.